Köszöntöm a Köztér valamennyi nézőjét mai műsorunkban. Székesfehérvárt érintő kérdésekkel fogunk foglalkozni. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok területet érintünk ma, és stúdiónk vendégével, Cserpalkovics András polgármesterrel. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, én köszönöm a kedves meghívást, és az egészen biztos, hogy jó fehérvári témákat. A héten online fogadóóra volt, és mondhatni ezen felbuzdulva, itt egy ilyen tévés fogadóórát szerveztünk mi is, hiszen számos kérdéskörrel készültünk, ami az utcaemberét érinti. Mielőtt ezzel foglalkoznánk, akkor mi volt az online fogadóórának a tapasztalata? Mi az, ami leginkább érdekelte a fehérváriakat? Az első és talán legfontosabb tapasztalat az, hogy érdemes volt annak idején elindítanunk azt, hogy a Facebookon keresztül, sőt most már ugye az Instagram oldalamon keresztül is tartunk időről időre online közmeghallgatást, mert sokkal, de sokkal többen kérdeznek, sokkal többen fejeznek ki véleményt, vagy juttatják el egyébként a problémáikat ezen keresztül hozzám, mind akik egyébként eljönnek a hagyományos éves és egyébként törvény szerint kötelező, mondjuk úgy, hogy élő közmeghallgatásra a Városházára. Idén ugyanis egyetlen egy kérdés nem volt a közmeghallgatáson a Városházán, ehhez képest nagyon sok kérdés volt a Facebookon keresztül, és meglepődnék, hogyha itt ma nem várna több és sok kérdés. És hát nyilván a tapasztalat az, hogy az emberek azt teszik föl, ami őket érinti, ez lehet adott esetben egy-egy városrészsel összefüggő kérdés, lehet egy-egy város egészével összefüggő nagyobb fejlesztés, nyilván fölmerültek a közlekedési kérdések, fölmerült oktatási kérdés, fölmerült parkolással összefüggő kérdés, de gyakorlatilag a város vagy az élet minden területével összefüggésben kaptam kérdéseket. Ugye énkor a hivatali szakemberek segítségével próbálunk mindenre, vagy lehetőleg minél több dologra ott rögtön válaszolni, de azért vannak olyan kérdések, amik a következő napokban is feladatot adnak, és azt hiszem, hogy ez így van jó. Úgyhogy ezt a jövőben is biztos, hogy folytatni fogjuk. Szerintem az is egy fontos lépés volt, hogy most már ez kötelező is, hiszen a szervezet és működési szabályzatba is belefoglaltuk, hogy a polgármesternek évente háromszor egy ilyen közmeghallgatást tartania kell. Én bízom benne, hogy a jövőben is ezt folyamatosan meg tudjuk tartani. A közösségi média ad lehetőséget, hogy kérdezzenek az emberek, véleményt formáljanak, nekünk pedig arra, hogy válaszokat adjunk. Tapasztalat egyébként még az is, hogy nem feltétlenül kell ehhez közmeghallgatás, hiszen gyakorlatilag nap mint nap számtalan kérdés érkezik már a Facebook oldalamon, vagy Instagram oldalamon, vagy a Twitter oldalon keresztül is, és erre egyébként biztatnék és kérnék is mindenkit, hogyha van olyan kérdése, probléma felvetése, de amit külön szeretnék kérni, javaslata, ötlete, amit szeretne velem megosztani, akkor keressen és ezt tegye meg online módon is, vagy akár élőben fogadó órákon. Vagy fölteheti nálunk is a kérdéseket, hiszen a kameránkat, hogyha látják, és ilyen jellegű megkeresést kapnak, akkor erre van módjuk. Akkor nézzük is az első csokrot, én azt javaslom, hogy mire kíváncsiak a székesfehérváriak. Szeretnénk, hogyha a 24-es autóbusz a Nagyszombati úton végig menne a 32-es végállomásáig, és ott fordulna meg. Én a Palotai úton lakom. A vasútállomás megközelítése nagyon problémás. A 36-os, 37-es járat hétvégi sűrűsége az borzasztó. Ha a vasútállomásról jövünk hazafele este, akkor egyszerűen nincs vonat vagy autóbusz. Egymás után eljön a kettő, és akkor egy órát kell várni. Tehát ezt kellene megnézni, mert én még csak valahogy haza tudok jönni, mert lejövök a piacra gyalog, és akkor innen valamivel hazamegyek. De akik a Szárazréten laknak, a Fekete-hegyen laknak, a vasútállomásra menni, ez egyszerűen lehetetlen. Na ez nagyon jó lenne, hogyha ezen valamit változtatnának. Említett, hogy Maros-hegyen él, és hogy elég mostohák a körülmények. Ez miben nyilvánul meg? Hát abban nyilvánul meg, hogy azt az új járatokat, a 40-41-es buszt jó dolognak tartom, csak mi nem tudom, hogy melyik földrészhez tartozunk, mert az Úrhidai útra már nem jön ki. Pedig mi is adófizető állampolgárok vagyunk, és ott is vannak beteg emberek, akik busszal közlekednek. És nagyon jó lenne, ha nem mind a kettő, csak egy, az Úrhidain a 10-es vonalán kijönne, azt nagyon megköszönnénk, hogyha ez ügybe valaki valamit tenne. A másik, azt már régebben említettem a polgármester úrnak online, hogy ott Maros-hegy külső részén nincsen egy darab játszótérse, viszont hála Isten a gyerekek azért jönnek.
és az utcán kénytelenek játszani, meg biciklizni, az meg nagyon veszélyes számukra, mert a közlekedés az nem kisebb lett, hanem lényegesen nagyobb lett. Az Emelweis utcai gyerekjátszótérnek a rendbetételétől kaptunk ígéretét a polgármester úrtól, amint a Jávorottó tér készen lesz, utána annak állnak neki, a Jávorottó tér készen van, a játszótére nem történt semmi. Nap mint nap járok az Osanhoz, és így is marhára nehéz kijutni oda, mindig nagyon nagy a forgalom, és most úgy hallottam, hogy a körforgót négysávos vagy kétsávosra szeretnék megcsinálni, és nem tudom elképzelni, hogy így is nagyon nagy a forgalom, hogy az úgy hogy fogják megoldani. Így is mindig kések a munkából. Ez miatt, a forgalom miatt. Nem tudom elképzelni, hogy ott merre fogják terelni az utat, vagy hogy lesz. Egyébként szerintem nem rossz ötlet, de nem tudom, mondjuk ugye köztudott, hogy mi magyarok nem tudjuk használni a körforgalmat, úgyhogy nem is tudom, hogy ez mennyire lesz így jó. Nos, hát azt hiszem, hogy ez várható volt, hogy a tömegközlekedéssel kapcsolatban biztosan sok-sok érdeklődő kérdés lesz. Ez így volt az online fogadóórán, és most is így volt. Mit tud mondani a kérdezőinknek? Való igaz, és azt hiszem, hogy mindenképpen egy olyan terület a városnak, amit fejleszteni kell a következő években is. Egyébként minden évben növeljük a megtett kilométer számot. Jóval több mint 3 millió kilométert tesz meg a helyi közösségi közlekedésben a Volán a város megbízásából már ebben az esztendőben. Mindegy 700 millió forintjába kerül ez a város önkormányzatának, tehát ennyit teszünk hozzá, hogy a buszok menjenek, tekintettel, hogy ezt nem fedezi más, sem a jegy bérletbevétel, ugye hosszú évek óta emelés nem történt ezen a területen, nem tervezünk egyébként 2019-re se, és az állami kiegészítő támogatás pedig már nem fedezi a kiadásokat, a költségeket. Így egyébként még egyszer 700 millió forintot költünk. Folyamatosan növeljük a buszjáratok számát és a megtett kilométer számot. Egyébként a bejátszásban is elhangzott, hogy például Maroshegy vonatkozásában is új buszjáratok kerültek beállításra. Ennél tovább akkor fogunk tudni lépni, hogyha egyrészt egy teljesen új hálózatban tudunk gondolkodni, ehhez szükség van arra, hogy az intermodális közösségi közlekedési központ a vasút mellett elkészüljön, hiszen ezt teszi lehetővé, hogy egy teljesen új hálózatot tudjunk kialakítani, és ezzel párhuzamosan pedig akkor tudunk bővülni, hogyha lesz hozzá eszköz, nagyon leegyszerűsítve busz, és lesz hozzá sofőr, ugyanis most az a gond, hogy mi tudnánk és szeretnénk is több járatot megrendelni, de a KNKK nem tud hozzá sem buszt, sem pedig sofőrt egyébként biztosítani. Ez tehát biztos, hogy az a terület, ahol tovább kell lépni. Viszont a másik oldalon az is látszik, és jól mutatja a szükségességét, hogy fejlesztjük a tömegközlekedést, hogy 2015 és 2018 között 38 ezer személygépkocsi és motorkerékpáros szám az 49 ezerre nőtt. Ez tehát több mint 10 ezerre nőtt, de ezeknek a gépjárműveknek a száma nem egész három esztendő alatt. Ez nyilván az egyik oldalon jó, mert azt mutatja, hogy az egzisztencia az javul a városban, a jövedelmi szintek emelkednek, a növekedés, a gazdasági értelembe vett növekedés az érezteti a hatását a jövedelmek szintjén is, de a másik oldalon látszik, hogy egyre nagyobb közlekedési nehézségeket okoz. Az egyik lehetséges megoldás az a tömegközlekedés fejlesztése, egyébként azt mondom, hogy a gyalogos közlekedést és a kerékpáros közlekedést is javítani kell, és majd mindjárt beszéljünk egy kicsit az autós közlekedésről, hiszen arra is vonatkozóan is érkezett kérdés. A következő nagy kérdés, és ezen dolgozunk, és bízom benne, hogy itt még az adventben egy nagyon szép pillanat Fehérváron meg fog történni, tekintette, hogy a buszgyártási hagyományainkra azt gondolom joggal büszke ez a város. Tudjuk, hogy az Ikarusz újra buszokat gyárt, ugye az első megrendelések, állami megrendelések voltak katonai buszokra vonatkozóan, de pár héten belül bemutatásra kerül valami olyan új dolog, ami azt gondolom, hogy Fehérvár közösségi közlekedése tekintetében is egy óriási előrelépést fog jelenteni. Ez autóbuszt jelenthet, viszont ehhez biztos, hogy pályázati forrásra lesz szükség. Pályázati forrás viszont elektromos buszokra és gázüzemi buszokra elérhető, nyilvánvalóan dízel buszokra már nem. Mi szeretnénk, hogyha ezen a területen előre lehetne lépni, teljesen új eszközrendszerrel, sokkal korszerűbb utastájékoztatási rendszerrel, és egy sokkal korszerűbb jegyvásárlási, bérletvásárlási lehetőséggel is.
rendelkezni lehetne. Az informatika nagy lehetőségeket ad, a smart megoldások azok a buszokon is megjelennek majd a következő időszakban. Bízom benne, hogy ez is növelni fogja az utasszámot. Egyébként idén először, hosszú évek óta legalábbis úgy tudjuk, hogy érdemben nem csökken az utasközönségnek a száma. Ez mindenképpen azt mutatja, hogy érdemes fejleszteni, ha fejlesztünk, akkor valamennyivel lehet növelni azoknak a számát, akik ezt a közlekedési eszközt fogják választani. De ez azt szeretném, fontos a fenntartható fejlődés szempontjából is. Környezetvédelem vonatkozásában, az úthálózat minősége tekintetében is, és azért muszáj elmondanom, hogy különösen a külső városrészekben azért mindig jelentkezik egy probléma. Ha elmegyünk egy lakossági fórumra, akkor először föláll valaki, hogy egy adott utcában menjen a busz. Majd föláll másik valaki, ugyanabból az utcából, itt véletlenül sem menjen a busz. Ha valahol bevezetjük a buszközlekedést, akkor a következő lakossági fórumon, Maroshegyen erre nagyon sok példa van, fölállnak, hogy nehogy már a jövőben ott menjen busz, szüntessük meg a buszjáratot, mert ők nem használnak autóbuszt, és őket zavarja. Na most így nagyon, nagyon nehéz, tehát valamilyen közmegegyezésre adott városrészekben élőknek jutniuk kellene egymással, hozzátéve, hogy a tömegközlekedést pedig előnyben kell részesíteni. Tehát annyira legyünk egymással tekintettel, hogy lehet, hogy az adott család nem használ autóbusz közlekedést, mondjuk egyébként lehet, hogy ez később változik, mert mondjuk a gyermek már tinédzser lesz, és egyébként használni fog autóbuszt, de lehet, hogy a szomszéd az pedig szeretne használni, akkor nyilvánvalóan ne akarjuk az ő lehetőséget elvenni azért, mert minket egyébként zavar, hogy óránként egyszer elmegy ott az autóbusz. Tehát ez is hozzátartozik azért a teljes igazsághoz. És talán annyit a buszközlekedés vonatkozásában hangzott el, hogy hát a befizetett adó. Tehát azért szeretném itt rögzíteni és tisztázni, hogy sem a hölgy, sem Cserpalkovics András magánszemélyként helyi adót a város önkormányzatának nem fizet. Tehát egyetlen egy forint helyi adót nem fizetünk Fehérváron, mert itt sem kommunális adó, sem építmány adó nincsen. A gazdaság termeli meg nekünk az adóbevételeket, mögötte az emberekkel, akik minden napot dolgoznak, amiből ezt el tudjuk érni, de ebből az is következik, hogy a családoknál ott marad havi több ezer forint, ami szerintem helyes, a másik oldalon viszont annyi pénzt tudunk elkölteni akár a tömegközlekedésre is, ami pedig rendelkezésre áll. És akkor egy kicsit az autós közlekedésre, hiszen volt erre vonatkozó kérdés is. Igyekszünk azokat a szűk kapacitásokat növelni, ahol látszik, hogy megszorul a forgalom. Hiszem, hogy aki a városban közlekedik, az tudja, hogy van pár ilyen csomópont, ezeket kell elkezdeni feloldani. Én azt hiszem, hogy két szép eredményről be tudunk számolni, hiszen a Mártirok Seregélyesi út kereszteződésében a plusz egy sáv az nagyon-nagyon sokat segített a kereszteződés vonatkozásában, és most a Széchenyi Horváth Istvánon is látszik, ugye az, hogy több mint 100 milliós teljesen városi forrásból megvalósuló beruházásról beszélünk, de a hatása, a pozitív hatása, én úgy gondolom, hogy egyértelműen érződik. Emellett mindenképpen három kiemelt nagy beruházásra szükség lesz a következő években. Az említett Osan körforgalom, ami nyilvánvalóan, hogyha nem egy sáv, hanem két sáv lesz, akkor az nem problémát fog okozni, hanem a problémát részben meg fogja oldani, hiszen jóval nagyobb áteresztő képességgel egy idő egység alatt sokkal több autó fog tudni átjutni azon a körforgalmi csomóponton, mint ami miatt, mi kapacitás hiány miatt ez most nem tud megtörténni, úgyhogy szeretném a hölgyet megnyugtatni, hogy ez a beavatkozás őt egészen biztos, hogy könnyebb közlekedés vonatkozásában segíteni fogja. Mi egyébként nagyon szívesen csinálunk majd kis videókat a rendőrséggel. Igen, és egyébként a körforgalmat meg kell tanulni, nyilván mi minden új eszközt használni kell tudni. Én most járhattam egy-két olyan európai városban, nagyjából Fehérvár nagyságú városok, ahol gyakorlatilag nem találkoztam közlekedési lámpával. Tehát még a legnagyobb csomópontoknál is kerülik az, hogy lámpával fogják meg a közlekedést, az áteresztő képességet próbálják a körforgalmakkal, és nagyon-nagyon sok egyirányú szakasszal egyébként megoldani. Azt gondolom, hogy érdemes azt nézni, hogy Európában merre fele megy a közlekedés szervezés, már csak azért is, mert jóval nagyobb dugókat láttam ott, jóval gazdagabb országok, jóval gazdagabb városainál, mint amiről Fehérváron itt jogosan egyébként panaszként beszélgetni szoktunk. De az Osan körforgalom rendezése után mindenképpen szükség van arra, hogy a Csóri úton rendezzük
a gyakorlatilag azt a körforgalmat, ami hasonló jellegű problémát mutat, mint a város másik részén. Úgy gondolom, ott is elfér egy duplasávos körforgalom, és ezzel plusz ugye az új elkerülő szakasszal biztos, hogy nagyot tudunk előrelépni. És akkor az elkerülőnek egy másik része, ugye a déli összekötő út, ami igazán a déli közlekedés problémáit meg fogja oldani. Ez gyakorlatilag ugye egy dupla utat jelent, hiszen két szélső útszakasz köt össze, a Széchenyit és a Seregélyesit, úgyhogy nem kell bejönni egyébként a Horváth István Széchenyi kereszteződésbe, hogy el lehessen menni és át lehessen szelni a várost abban az irányban, hanem jóval délebbre lesz ilyen átkötőút, illetve az intermodális központban pedig lesz lehetőség a Mártirok út fölött egy felüljáróval a Mártirokra menni közvetlenül, és akkor sem kell bejönni a Széchenyi Horváth Istvánra. A útfelújítások egyébként folyamatosan zajlanak, szerintem soha annyit útjárda, parkoló építésre, felújításra a város, mint ezekben az években még nem költött, zömében egyébként saját forrásból, kisebb részben állami, illetve Európai Uniós támogatásból valósulnak ezek meg. Következő években úgy látom, hogy ezt a programot folytatni fogjuk, ez igaz a Maroshegyre, igaz az Öreghegyre, Feketehegyre, illetve akár a belső városrészekre is. A játszótér, külön örülök, hogy ez előjött, mert szerintem nagyon fontos, hogy a közösségi tereink számát folyamatosan növelni tudjuk. Én úgy gondolom, hogyha valaki belegondol az elmúlt években, mennyi közösségi tér jött létre, akkor azért szerintem elfogadja azt a véleményt, hogy azért ezek száma sem csekély. És ahogy elhangzott, igen, megyünk tovább. A Jávor-Otto tér most készült el, tehát nyilván télen nem lehet játszóteret építeni, de e tekintetben is megyünk tovább az említett játszótér és más játszóterek vonatkozásában is, de úgy, hogy lehetőség szerint igazi közösségi terek jöjjenek létre. Egyébként erre nagyon jó példa, úgy gondolom, hogy a Túrózsáki úton létrejött kis centrum, ahol a sportolási lehetőségektől kezdve egészen a játszótér, fitness játszótéren keresztül, a padok elhelyezésén keresztül közösségi térrendszer jött létre, és én azt látom, hogy az emberek ezt nagyon szeretik, hiszen kimegy a család, a apa és mondjuk a gyermek egyébként éppen focizik, vagy kosarazik egyet, közben az édesanyja mondjuk fut, a másik gyermek éppen a fitness játszótéren van, a harmadik mondjuk kicsi pedig éppen a játszótéren. Tehát ilyenekben gondolkodunk igazán, egyébként erre szükség lesz a Maroshelyen, teljesen egyetértek a kérdés feltevőjével, vagy aki a véleményt megfogalmazta, a Maroshegyen hiányzik szerintem egy ilyen közösségi tér, bár most egy azért létrejött, legalábbis az alsóváros irányába azért figyelmébe ajánlanám, hogy a stadion mögött, a Sóstó és a stadion között egy nagyon szép játszótér és fitness játszótér jött létre, ingyen használható, úgy gondolom, hogy azt érdemes. De a Maroshegyen is, Sóstó sincs messze, tehát rögtön lehet egy jót kirándulni is, de valóban Brájer Éva képviselő asszonnyal épp ma tárgyaltunk arról, hogy a jövő évi költségvetésbe szeretnénk egy maroshegyi játszótér vonatkozásában forrást biztosítani, területkeresése is megkezdődött, és szeretnénk a Gárdonyi felújításával egyidejűleg a Gárdonyi előtti nagy, ma kicsit elhanyagolt zöld területen, a zöld terület jellege abszolút megőrzése mellett egy kis közösségi teret létrehozni, úgy gondolom, hogy az lehet még alkalmas arra, hogy a játszóteret kialakítsunk, pláne, hiszen a Gárdonyiban pedig egy bábszínházat szeretnénk, ez a két funkció pedig szerintem nagyon szépen ki tudná egymást egészíteni. Aztán közösségi közlekedésről is, úgy általában közlekedésről beszéltünk, ehhez talán szerintem kapcsolódik a parkolóházak kérdése, hogyha már a fehérvári közlekedési körképet nézzük, akkor a parkolók vagy a parkolóhelyek hiánya azt hiszem, hogy hozzátartozik, ahogy már beszéltünk, a megnövekedett autószámhoz, meg a forgalomhoz is talán. Ebben mit tud mondani, hogy lesz majd előre mozdulás? Meg talán ez is egy olyan kérdés, hogy valaki szeretné, hogy legyen, de azt nem szeretné senki, hogy ott azon a területen legyen. Mire lehet számítani? Igen, egy nagyon kulcskérdésről beszélünk, ugye elindítottuk az 1000 parkoló akciót vagy programot, szépen haladunk, hiszen több száz parkoló már megépült, egyébként ezek fásított, növénnyel ellátott, azt gondolom nagyon szép parkolóhelyek, elég mondjuk csak a Salló utcára gondolni, ami két ütemben nagyon nagy számú parkoló jött létre. Ahol van lehetőség a területeken egy-egy használaton kívüli, vagy nagyon rossz állapotban lévő területen próbáljuk ezt kialakítani, és parkolóházban is gondolkodunk, sőt, gondolkodást már tett is követte, hiszen a tanulmányterve készül a Palotai úton, ott most van egy ideiglenes murvás parkoló, nem a plázával szembeni murvás parkolóra gondolok, hanem
a Palotai út mellett fekvőre, és annak a helyén szeretnénk egy parkolóházat építeni, még egy szomszéd ingatlan együtt, két ütemben, ez sok száz parkoló befogadására alkalmas parkolóház együttes lenne, ennek a tervezése zajlik. Az egyik, az első ütem vonatkozásában ezek már engedélyes tervek lesznek, tehát úgy gondolom, hogy a következő években így nagyot tudunk előrelépni, és mellette pedig a Panorama Office mögött, vagy a Bolt Arév szálló mögött, ki hogy ismeri, magánberuházásban fog minden bizonnyal létrejönni egy 200 parkoló befogadás, vagy autó befogadására alkalmas parkolóház. Azt hiszem, hogy az is egy fontos előrelépést fog jelenteni. De a parkolásnál azt is látni kell, hogy próbáljuk segíteni az egy-két órás parkolást, és nem igazán szeretjük az egész napos autótárolást, mert az utóbbiban nem gondolom, hogy bármilyen közfeladat is lenne, hiszen az megoldhatatlan ekkora autószámnál, hogy mindenki egész napra a belvárosba tudja hagyni az autóját. Viszont a rövid időtartalmú parkolásra vonatkozóan minden segítséget igyekszünk megadni. Ugye ebben az évben bevezettük az első óra ingyenes a parkolásban programot. Az első tapasztalatok nagyon pozitívak. Egyébként ez több 10 millió forintba kerül a városnak, de mégis azt hiszem, hogy ez egy jó döntés volt, és érdemes folytatni. Tehát azok, akik jönnek, és mondjuk beugranak egy gyógyszertárba, a házi orvosukhoz, valamilyen vásárlásra, valamit gyorsan el szeretnének intézni, az első órában ezt általában meg tudják tenni, de hogyha mondjuk két órába kerül, akkor is az első órát ingyenesen kapják. A visszajelzések pozitívak, úgyhogy ez az intézkedés ez fenn fog maradni 2019-ben is. De ezzel párhuzamosan szerintem legalább ennyire fontos, hogy néhány külső nagy gyűjtőparkoló létrejöjjön, ahonnan egyébként az emberek már mondjuk egy jól szervezett közösség közlekedéssel tudnának bejönni a tágértelembe vett belvárosba. Szerintem ilyen a vasút mellett egészen biztos, hogy kialakításra kell, hogy kerüljön, de ilyen jellegű parkolási lehetőség ugye most a stadionnal áttelenben is kialakult, ehhez kell úgy gondolom, hogy a tömegközlekedést is összehangolva megadni a lehetőséget, hogy ne kelljen mindenáron mindenkinek minden nap autóba bejönni a belvárosig. De még egyszer látni kell, hogy ilyen gyors gépjárműszám bővülést soha nem lehet követni a parkolószám bővítésével, tehát az alternatív közlekedési lehetőségeket is segíteni és támogatni kell a városban. Nézzük tovább, hogy mire voltak még kíváncsiak a székesfehérváriak, és akkor utána folytatjuk. Én az Attila utcában lakom Felsővároson, és évek óta kérjük már a városgazdálkodást, hogy hatalmas fűszfáink vannak, és metszék meg, mert mi már nem tudjuk ezt a munkát elvégezni. Mindenki mindenhol megígéri, de ugyanúgy nőnek a fáink. Hajléktalanokkal mit lehetne csinálni, hogy ne kint legyenek az utcán, és ne kolduljanak, hanem rendesen munka legyen nekik, vagy van is, akkor miért nem mennek el? Miért jobb azt kéregetni és szemtelenkedni az emberekkel? Ez lenne a kérdésem. Melyik városrészben zavar ez téged? Itt a központban, itt a Spár skála környékén jobban, és nagyon csúnyán viselkedne, mert oda piszkítanak, a kisgyerekek előtt odahánynak az út szélére, és még sorolhatnám, és nem tudok mit csinálni. Engem legalábbis ez nagyon zavar. Környezetvédelmi tevékenységek, illetve program mi várható a jövőben itt Székesfehérváron? Parkosítás kérdésében, ahol mondjuk kevesebb egy kicsit a betonfelület és a térkő, és inkább a füvesítés, a fák ültetése, hogy kerül központi témába, programba, a jövőbe? Hulladékgyűjtés, szelektív kezelése is azt hiszem lehetne egy kicsit korszerűbb. Az északi országokban ezt egészen jól működtetik. Szóval a jövőben ezekkel kapcsolatban, a környezetvédelemmel kapcsolatban
milyen program lesz. Nekem egy olyan kérdésem volna, és nagyon szeretném, ha meg is valósulna mi hamarabb. A Felsővároson, az Aldihoz kivezető útnál nincsen járda. És én nagyon szeretném, ha lenne, mert mi szeretnénk oda kisétálni ahhoz a bolthoz, meg szerintem több mindenki, akár idősebbek is, és a biciklizés sem biztonságos, és szeretném, ha ott lenne egy járda. Nagyon. Ezt kívánnám karácsonyra. Azt kérdezném a polgármester úrtól, mint nyugdíjas, kaphatok-e én olyan támogatást a panel lakásomra, amelyben az ablakokat cserélném ki, mert ugyanis a nyugdíjamból nem telik több százezer forint, és beázik most már több mint 30 éve, hogy lakom itt az épületbe, és a 30 év alatt nem volt időm arra, hogy én kicseréljem ezeket az ablakokat. Hogy kaphatok-e valami támogatást, erre szeretnék választ kapni. Nos, hát talán az első nagy ilyen tematika lehet a környezetvédelem, és szerintem ehhez egy kicsit kapcsolódik a Fehérvár Tüdeje program is. Igen, és nagyon szépen köszönöm, hogy ez így fölmerült. Először szerintem egy fontos elvi lépés is történt az elmúlt hetekben. Talán nem kapott akkora nyilvánosságot, de én mindenképpen olyannak tartom, ami mutatja, hogy törekvése van a tekintetben a városnak. A megyeijugó városok együttesen csatlakoztak az úgynevezett Under 2 kezdeményezéshez. Ugye ez a világ klímavédelmi stratégiája nagyon komoly vállalásokkal. Ezt a felvételt San Franciscóba pár héttel ezelőtt jóvá hagytak, tehát most már ennek az egyezménynek Székesfehérvár is része. Egyébként Európából nem túl sok város, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy mindenképpen szép dolog. Ebben egészen 2050-ig különböző ütemezéssel, különböző vállalásokat tesznek a települések. Ezek kötelezni fogják innentől kezdve Székesfehérvár önkormányzatát is, hogy döntéseket hozzunk. Különös tekintettel azért fontos ez, hiszen egy gazdaságilag, iparilag nagyon fejlett városról beszélünk, ahol nyilván van terhelése a környezetnek, nagyon fontos, hogy a másik oldalon a fenntarthatóságról és a klímavédelemről is tudjunk gondoskodni. Én szerintem e tekintetben egy aranyév 2018, nyilván elfogult vagyok, de én nem tudok a város történetében akkora környezetvédelmi beruházásról, mint a Sóstó rehabilitációja. Tehát ez egy megvalósult beruházás, nem beszéltünk valamiről, hanem a kormány segítségével megvalósítottuk. Több mint 210 hektáros területet mentettünk meg az enyészettől, adtunk vissza az élővilágnak, a csodálatos madárvilágnak, és annyiban az embernek is, hogy egy csodálatos kirándulóközpont is létrejött. Érdemes, és kérem is a hölgyet, hogy nézze meg, szerintem csodálatos, télen is egyébként, de azt hiszem, hogy tavasszal még szebb lesz. És ennek van egy párja, ez a bizonyos Fehérvár Tüdeje program, ugye a Modern Városok programnak a része, amiben mindegy 185 hektáron valósul meg további környezetvédelmi fejlesztés. Ez részben a palotavárosi tavak mögötti területet jelenti, ennek az első lépése egyébként várhatóan 2019-ben meg is kezdődik már, és egy nagyon fontos alapfeltétele pedig megvalósult szintén kormányzati támogatásból, ez több mint 1 milliárd forintot jelentett, hogy a város meg tudta vásárolni az alsóvárosi rétet, amely egy 100 hektáros, azt hiszem nagyon-nagyon szép adottságokkal rendelkező zöld terület, és ez korábban úgy volt, hogy ipari beépítés kap. Ezzel mi nem értettünk egyet, megvásároltuk az állam segítségével, és átminősítettük zöld területté, tehát most már annak beépítése csak minimálisan történhet meg, alapvetően marad zöld terület. Tehát ipari terület biztos, hogy nem, ez ma már egy zöld és környezetvédelmi rekreációs területe a városnak. Ezeket én mindenképpen kiemelném. Ami a parkokat illeti, először is szerintem a magyar nyelv szép és kifejező, a park park, a kert az kert, a tér az tér, és nem véletlenül van valaminek elnevezése. Én a murvából kinövő gazt azt nem tartottam soha fűnek meg zöld területnek, az gaz, ráadásul rengeteg kifejezetten ártalmas növénnyel. Úgyhogy ott annyiban térköveztünk, ahol a járófelületek miatt erre szükség volt, a teresedés okán szükség volt, de mindegyik esetben, lásd Országzászló tér, vagy éppen Jávorottó tér, de ilyen lesz a Bartók Béla tér is, növeltük a zöld felület arányát.
növeltük mind a növényeknek a számát, mind pedig fát ültettünk el. Egyébként novemberben a Városgondnokság jóval több mint 600 fát ültetett el a város különböző pontjain. Egyébként az előbb említett közlekedési beruházásoknál, a parkolóépítéseknél is ez megtörtént. A közösségi terekben meg azért hiszünk, mert úgy látjuk, hogy ahol van ilyen, ott az emberek kijönnek a szép környezetbe, leülnek, beszélgetnek, a gyerekek tudnak közben játszani, tehát élettel telik meg a tág értelembe vett belváros. Úgyhogy ezt a programot egészen biztos, hogy folytatni fogjuk. És ami a hulladékgazdálkodást illeti, nagyon fontos beruházás indult meg az elmúlt hetekben, és ennek már a jövő év első negyedévében, fél évében meg lesznek azt gondolom, hogy következményei, látható jelei, amik fontosak. Egyrészt jóval több mint 30 kukásautó érkezik a városban, teljesen korszerű technológiával. Ehhez kapcsolódóan megkezdődnek csalán is azok a fejlesztések, amelyek a hölgy által is említett korszerűbb hulladékgazdálkodást teszik lehetővé. Ezek egyébként Európai Uniós forrásból fognak megvalósulni. És azt hiszem, hogy ezen belül lehet a szelektív hulladékgyűjtés vonatkozásában is egy új szintre lépni. Az északi országokkal való összehasonlítást azért nehézkes, mert hát mondjuk úgy, hogy tízszeresét fizetik ott az emberek a hulladék szállításért, mint mondjuk Székesfehérváron, de lehet, hogy inkább 15-szörösét. Azért tehát óriási a különbség, ráadásul nagyon sok esetben van olyan kommunális helyi adó, ami Fehérváron nincsen. Itt milliárdokról beszélünk évente, amit a város nem szed be erre a célra, viszont nyilván a meglévő forrásokból tudunk csak ezen a területen is fejleszteni. Itt volt egy jó pályázati lehetőség, ezt a város egy társulás keretében kihasználta, és ennek a jelei 2019-ben meg is fognak jelenni. Aztán azt hiszem, hogy még fontos kérdés volt, Felsővárosi Hölgytől érkezett, hogy az Aldihoz készül-e járda, gondolok én itt a Kiskut útjára talán. Kiskut útjára igen, a tervek már folyamatban vannak, utána tudunk nyilván költségvetés függvényében a kivitelezésről beszélni. Szeretnénk a parkcenter irányába egyébként megoldani a közösségi közlekedést is. Nem titok, hogy ahogy nagyon jó az együttműködés, nem tudom nem cégek nélkül mondani, úgyhogy elnézést kérek az Osannal a körforgalom vonatkozásában, a Tesco-val meg tudtunk állapodni egy buszjáratba, fele-fele arányban finanszírozzuk, és ugyanúgy fog valószínűleg a parkcenternél ez történni. Ez jó, ahogy említette a hölgy a vásárlók vonatkozásában, de nagyon fontos az ott dolgozók szempontjából is, hiszen azért onnan este hazajutni az nem könnyű, úgyhogy mind a két területen előrelépés lesz a következő években, a járda vonatkozásában is, illetve a közösségi közlekedés tekintetében, és én hozzá tenném a kerékpáros közlekedést. Ugye mindegy 20-30 kilométer új kerékpársáv, kerékpárút épül, kerül felfestésre a következő években Fehérváron, és nagyon sok itt fölmerülő terület vonatkozásában meg lesz oldva a biztonságos kerékpározás lehetősége. Én szerintem nőni fog az ezt a közlekedési eszköz szerető használó emberek száma, ezért örültünk, hogy a Kerékpáros Klub kezdeményezésének az 1000 darab kerékpártámasz ügyében, ezt természetesen a közgyűlés elfogadta, és az első 250-et meg is rendeltük. Itt az egyeztetések után ezek a következő hetekben kihelyezésre fognak kerülni. Tehát itt is előre mozdulhat a közlekedési szempontból, vagy akár a fenntartható fejlődés szempontjából a város. Én nem nagyon tudom, szerintem ez nem a panel program talán szövetkezethez tartozhat az utolsó hölgy kérése a felújításokkal kapcsolatban. A város egy óriási panel programot valósított meg. Most csak kis érdekesség, hogy ezt jóval 2010 előtt, viszont kifizetni 2010 után fizette ki, mert hitelből valósította meg, és 2010 után kellett ezt elkezdeni visszafizetni, és aztán az adósság konszolidációnak köszönhetően tudtuk ezt mondjuk úgy, hogy leírni. Ez egyébként egy 18 milliárd forint körüli program volt, és ennek az egyharmadát az önkormányzat finanszírozta. Én nem tudom, hogy hol lakik a hölgy, hogy az a társasház vagy szövetkezeti ház miért nem vett részt ebbe a programba. Elég csak körbe menni a városon, azért látszik, hogy az iparosított technológiával épült lakóingatlanoknak nagyon nagy aránya részt vett ebben a programban. Egyébként csökkent is 20-30% között mondjuk a távhő vonatkozásában a hőmennyiség, amit igénybe vesznek, részben pont ennek a programnak köszönhetően.
én most önkormányzati programra nem tudok ígéretet tenni, úgy itt magántulajdonban lévő lakásokról van szó, ahhoz kapcsolatban vannak jogok és kötelezettségek, viszont azt érdemes figyelni, mert vannak társasházak és szövetkezetek számára időről időre kiírt pályázati lehetőségek, és azok lehet, hogy itt megoldást és segítséget fognak tudni nyújtani. Köszönöm szépen. Hát azt hiszem, hogy nagyon sok kérdéskört érintettünk. Nézzük egy kicsit itt a napi közéleti témakört. Én a csütörtökön olvastam a Facebook oldalán egy bejegyzést. Hát nem volt kellemes a hangvétele. Mi volt ennek a történetnek az előzménye? Hogyan tudna erre reagálni? Én ugye 2018 decemberét írjuk, egy adventi időszakot, a bejegyzés ugye Mikulás napján született. Annyi előzménye van, hogy szerintem hetek óta lehet érzékelni, hogyha mintha megkezdődött volna az önkormányzati választás, ami nem is lenne feltétlenül baj, hogyha egy-két hónapra lennénk az önkormányzati választástól, de hát mindegy 10 hónapra vagyunk, tehát ez így elég hosszú időszak lesz, és szerintem az emberek nem vágynak erre. És ezen bejegyzések között nagyon sok olyan dolog van, amivel az ember politikailag tudna vitatkozni, tehát amikor megjelenik, hogy a polgármester zár be egy postahivatalt, mikor nyilván az önkormányzatnak semmilyen hatásköre nincs, sőt, nagyon szívesen átvállalnánk a zombori postának a teljes rezsijét és üzemeltetését, ha erre az Európai Unió és a posta megtalálja a lehetőséget. De ezek politikai jellegű támadások. Viszont a Mikulás napján történt szerintem ennél sokkal durvább, és nem mehettem el szó nélkül, azt gondolom, hogy emellett nem azért, mert engem érintett, hanem sokkal inkább azért, mert egy adott fotón lévő gyerekeket is érintett. Történt ugyanis, hogy bejelentkeztek hozzám, és nagyon kedvesen meglátogattak a gyermekotthon diákjai, fiataljai. Jött egy Mikulás és két Krampusz. Találkoztunk, hoztak egy nagyon kedves ajándékot nyilván, és megkínáltam őket egy kis csokoládéval, és erről készült egy fotó, és megköszönve nekik ezt a látogatást, az én Instagram, illetve Facebook oldalamon ezek a fotók megjelentek, és nagyon-nagyon rövid időn belül megjelent egy ehhez kapcsolódó, az egyik fotót felhasználó politikai hirdetés, egy kamu oldal részéről, ahol szerintem elfogadhatatlan felvetésekkel gúnyolták ki ezt az egészet, mégiscsak összességében a gyerekeknek az akcióját. És én ezt megengedhetetlennek tartom, és nem is tartom becsületesnek. Tehát ha a polgármestert szeretnék majd a választásokon megverni, nyilván én másért fogok dolgozni, de akkor azt tegyük becsületesen. Ez legyen egy becsületes, tisztességes és a városért végzett közéleti munka. Ez nem arról szólt. Ez szerintem vállalhatatlan, ez eddig ebben a városban nem volt stílus, és én teljesen megengedhetetlennek tartom, hogy gyerekeken gúnyolódjanak, ráadásul éppen Mikulás napján gyermekotthonból érkezett fiatalok, gyermekek vonatkozásában én tiszteletet kérek, és el is várok minden közéleti szereplőtől, és nem kell kamu oldalak mögé bújni, valakinek valami nem tetszik az én tevékenységemből, vagy a városvezetés tevékenységéből, akkor azt el lehet mondani, a demokráciának része, de ebből hagyjuk ki a gyerekeket, és szerintem hagyjuk ki azt az ünnepkört, amit a Mikulás jelent, meg amit az advent jelent, mert azt hiszem, hogy ez a város egyik legszebb ünnepe, elég csak ugye az első gyertyagyújtásra gondolni, hogy mekkora tömeg volt Székesfehérvár belvárosában, ott mindenféle ember ott volt, és azt hiszem, hogy ők azért jöttek, hogy jól érezzék magukat, hogy mosolyogjanak, hogy találkozzanak ismerőssel, baráttal, családtaggal, és különösen nagy öröm volt a gyerekek örömét, boldogságát, mosolyát látni. Ne rontjuk el, ne vegyük el a kedvüket attól, hogy legyenek ötleteik, és azt hiszem, hogy a polgármesternek meg igenis az a dolga, hogy segítse ezeket az ötleteket megvalósulni. Utána adjon hírt arról, hogy egyébként kik jártak nála a vendégségbe, és hiszem, hogy ez is hozzátartozik. Senki másnak sincs megtiltva, hogy csináljon ilyet. Az van szerintem, ha nem is megtiltva, úgy gondolom, hogy minimum nem ízléses, hogyha valaki ezzel visszaélve, tényleg azt gondolom, hogy tényleg vállalhatatlan és fizetett hirdetésként jelentett meg egy tartalmat, bántva ezzel ezeket a gyermekeket. Én erre hívtam fel a figyelmet, és hát a kommentekből, a válaszok döntő többségéből az látszik, hogy ezzel egyébként politikai hovatartozástól függetlenül nagyon sokan egyetértenek. Én azt kérem a közéletben résztvevőktől, polgármesterként talán ez feladatom is, hogy őrizzük meg a város békességét adventben is, majd a következő év első hónapjaival is. Lesz két választás, két választási kampány, hagyjuk a választási küzdelmet arra. Nem az a feladatunk 10 hónappal a választás előtt, hanem az, amire
esküt tettünk, és felhatalmazást kaptunk a fehérváriaktól, hogy fejlesztük, építsük ezt a várost. Én ezt fogom tenni, de nem fogok a jövőben sem szó nélkül amellett elmenni, hogyha valaki a közösség köznyugalmát jellemtelen eszközökkel, gyáva módon egyébként megpróbálja megzavarni. Én köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és remélem, hogy sikerült mindenkinek választ adni a kérdéseire. Fordulhatnak-e önhöz, hogyha valakinek mégis ezen felül még plusz információra lenne szüksége? Igen, mindenkit várok nagy szeretettel. Egyrészt jövő hét elején fogunk Instagramon is egy fogadóórát tartani. Ott is több mint 140 kérdést kaptam a legutóbbi alkalommal, de egyébként a Facebookon, a Twitter oldalon és az Instagram oldalamon is elérhető vagyok, de ha valaki e-mailt küld, levelet küld, vagy eljön hozzám a fogadónapra, az is jó, vagy ha a kamerákon keresztül kíván nekem kérdést föltenni, akkor kérem annak a továbbítását, és a hivatal szakembereivel együtt megpróbálunk ezekre érdemi és konkrét választ adni, és amit pedig leírtunk és megígértünk, azt pedig meg fogjuk valósítani. Köszönöm szépen még köszönöm egyszer, a lehetőséget. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, Köztér című műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk majd itt a Fehérvár televízióban. Ha tehetik, akkor is legyenek majd itt velünk, viszontlátásra, kellemes időtöltést!